Ahogy a lakáspiaci forgalmat, úgy az albérletpiacot is jelentősen befolyásolják a fizetések, ezen belül a reálbérek alakulása. Budapest és a vidék viszonylatában a vonatkozó fizetési adatok és lakbérek aránya alapján nagyon komoly különbségek vannak az országban, derül ki az ingatlan.com felméréséből és a KSH kereseti statisztikáin alapuló friss elemzésből, amely több mint 14 ezer kiadó lakóingatlan hirdetés bérleti díját vette figyelembe. A szakértő szerint Székesfehérváron az albérleti díjak a fővárosiakkal vetekszenek. Ez annak köszönhető, hogy igen jó a munkahely lehetőségek itt a Székesfehérváron, illetve a megyében, és nagyon sokan jönnek ide, egyre sportolók, ugye három komoly sportcsapat van, akik szintén albérletekben helyezik el a játékosokat, akkor nagyon sok munkahely, ugye amik folyamatosan, ahogy cserélődnek az alkalmazottak, úgy nekik albérleteket keresnek. Székesfehérvárra jelenleg az a jellemző, hogy nagy a kereslet, és ehhez képest viszonylag kevés a kiadó ingatlan. A statisztikákhoz hozzátartozik, hogy Budapesten tavaly 697 ezer forint volt a bruttó átlagbér, ehhez képest február közepén 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, ez 36%-os arányt jelent. A nagyvárosok közül Debrecen és Székesfehérvár áll a második helyen, itt 33%-os az arány. Székesfehérvárra a felmérés alapján átlag 205 ezer forintos lakbér és 620 ezer forintos bruttó fizetés jellemző. Egyre nehezebb viszonylag olcsó panellakást találni. Az azt jelenti, hogy 110-120 ezer forint alatt nem is lehet szinte lakást bérelni. Tehát már egy kétszobás lakás is 120-130 ezer forint bérleti díjba kerül, és hát nyilván az új építésű lakóparkokban 220-250 ezer forint per hó az ingatlan bérleti díj. Horgos Tamás hozzátette, hogy a kiadó lakások árai sajnos nem a bérekhez igazodnak, a jelenlegi helyzetben a kereslet kínálat aránya határozza meg az ingatlanpiac, és ebből kiindulva az albérlet piacárait is.